Köszöntöm a fehérvári beszélgetések valamennyi nézőjét. Az elmúlt napokban már beszámoltunk arról itt a Fehérvár televízióban, hogy a Chicago lett a legjobb zenés előadása a színi kritikusok szerint. Szeptember 22-én adták át ezt a díjat egyébként, és immár 40. alkalommal nyújtotta az előző évad legkiemelkedőbb színházi teljesítményeit elismerő színi kritikusok díját át a grémium, a szakmai grémium. A fehérvári előadás közreműködő művészeivel láthattak már itt az elmúlt napokban beszélgetést, és hát tulajdonképpen ezt a sort folytatjuk. Sok szeretettel köszöntöm Ruff Tamást és Senta Martint itt a stúdióban, a Székesfehérvár helyőrség zenekar részéről, akik ugye közreműködnek ebben az előadásban, igaz Tamás? Így van, jó estét kívánok, szervuszok! Nos, hát gondolom, és láttam is, hogy ott voltál ezen a átadó gálán. Milyen érzés volt, amikor ezt így megtudtad, te, mint közreműködő? Nem nagyon tudom megfogalmazni. Tehát, hogy egy olyan furcsa, jóleső izgalom lett úrrá rajtunk, én mondhatom a többiek nevében is szerintem, ami talán egy nagyon jól sikerült koncert, vagy egy nagyon jól sikerült bemutató, egy hosszú munkafolyamat lezárásaként egy ilyen, amikor az ember úgy nagyon szeretne ünnepelni, és nagyon nincs vége, még másnap reggel is úgy ébredtem fel, hogy így bennem volt ez a furcsa feszültség. Egészen tényleg felemelő volt, és egy nagyon fura izgalom volt bennem is, abszolút, hogy a szakma előtt kaptunk egy ilyet. Ez egész más jellege volt, hogy ott ül egy színházi szakma, és azt mondják, hogy idén ez volt a legjobb. Ez egy fantasztikus elismerése az elmúlt egy évnek, azt gondolom. Akkor gondolom, hogy tényleg osztatlan volt az alkotótársakkal, az Ölöm Horváth Csabával, a rendezővel, vagy akár a két főszereplővel, Kis Diana Magdolnával és Varga Gabriellával együtt vettétek át. Igen. Igenis, meg nem is. Igen, mert a gyakorlat az volt, ugye 16 kategóriában kerültek díjak átadásra, és ebből az egyik kategória volt a legjobb zenés darab díja. És szinte minden díjat egyedül vettek át. Olyat is, ami mondjuk társulatot érintett, tehát hogy oda ment a rendező, átvette, megköszönte, elmondta, megtapsoltuk. Csaba egy kicsit megtörte ezt a sort és ezt a rendet, és ő felvitte magával a két színésznőt. Én a nézőtérről örültem velük. Egész egyszerűen jó érzés volt ott lenni és látni őket a színpadon. Egyébként a Csaba nagyon, nagyon hosszasan elmondta, hogy kik működtek közre ebben a produkcióban, elmondta, hogy a Katona zenekar játszik a színpadon. El kell mondanom, hogy nagyon-nagyon... Ugye azt szoktam mondani, hogy ha a katonazenekar végigvonul a főutcán, akkor mindenki elkezd mosolyogni, és járnak kezek, lábak. És itt ugyanez történt, pedig nem vonultunk sehova, ugye ott csak kimondta a Csaba azt, hogy a fehérvári katonazenekar van a színpadon. Próbálom idézni, talán azt mondta, hogy egy New Orleans-i jazzbandát megszégyenítő hitelességgel. Tehát, hogy nagyon-nagyon szépen fogalmazott, és az emberek ott így... Nem azt mondom, hogy nevettek, de kvázi hangosan felmosolygott mindenki. Tehát egy kicsit ilyen jóleső morajlás lett úrá a termen, hogy hú, Katona zenekar. Tehát még csak meg se kellett jelenni egyenruhába, csak kimondták, és az emberek már úgy pezsegtek. Ezt is jó érzés volt ott megtapasztalni, mert ebben a közegben még így nem voltunk. De hogy nagyon-nagyon jó érzés volt ezt a díjat átvenni, és utána fogadni az emberek gratulációit. Sokakkal találkoztunk, akikkel már az elmúlt 15-20 évben dolgoztam. Ugye engem Kaposvárról helyeztek át annak idején, és Kaposváron én még a Csiki Gergely Színházban nagyon sokakkal dolgoztam együtt, és 15-20 éve nem látott arcokkal így egymásra csodálkoztunk, hogy de jó. Úgyhogy nagyon nagyszerű érzés volt. Hogy fogadta az elismerést egyébként a csapat, vagy mondjuk akár Martin, neked milyen érzés volt, amikor megtudtad, hogy hát ti is érintettek vagytok, mint zenekar? Nagyon jó érzés volt. Éjszaka kaptunk egy e-mail Tamástól, hogy gratulál mindenkinek, megkaptuk az elismerést. Igazából lehetett
talán számítani annyiból rá, hogy a top 3-ba bejutottunk. Én úgy tudom, úgy követtem végig az interneten. Úgyhogy reménykedtünk mindannyian, hogy megkaphatjuk ezt az elismerést. Az biztos, hogy belül ülve mi is úgy éreztük, hogy ez nagyon jó. Kívülről ugyan nem hallottuk soha, de az ismerősök, barátok, rokonok, mindenki azt mondta, hogy ez egy nagyon jó előadás. Mind zeneileg, mind a színészek által. És gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy te is említetted, hogy mindenkit megemlített a Horváth Csaba rendező, hogy itt tényleg az egész alkotógárda egy nagy csapat, és abszolút úgy dolgoztatok végig. Emlékszem akár a próbákra, akár magukra, az előadásokra, többet volt szerencsém látni, hogy abszolút érezhető volt ez az ilyen profi összhang, és az a jó pofa, nagyon-nagyon jó hangulatú légkör lengte körbe már magát a próbákat is, emlékeim szerint. Igen, hát mondjuk azért azt én mindenképpen elmondanám, hogy normális esetben ez így kell, hogy működjön. Tehát, hogy minden egyes színházi produkció egy borzasztó összetett, egy nagyon szerteágazó, nagyon-nagyon sok területet érintő produkció, hiszen a művészeti ágaknak szinte minden eleme ott megjelenik a színpadon. Ezért is szeretem nagyon-nagyon a színházat, mint műfajt, hogy ott annyira, ott nem csak zenélni kell, ott fontos a zene, ott fontos a színjátszás, ott fontos a díszlet, a jelmeztől kezdve, a fénytechnikától kezdve, a látvány. Szóval, hogy minden annyira összetett, hogy ott ha nincs ez az összhang, amit említettél, nincs ez a harmónia, akkor abban nem lesz semmi. Elég, ha csak az egyik eleme nem működik, akkor mindenkinek kárba vész a munkája. De ugyanígy, ugye fordítva is igaz, hogyha mindenki megpróbálja beletenni a saját dolgát jól, akkor abból egészen csodás dolgok tudnak születni. Mondjuk lefordítva azért egy zenekarban is ez így működik, nem? Karnagyként ezt te is nap mint nap átéled. Már hogyha nem is ilyen összetett formában, de az, hogy tényleg egy csapatként kell, hogy dolgozzatok. Ez így van, így van. Az egy nagyon sokszor felmerülő kérdés, így akik mondjuk nem zenészek, és vagy így kívülről szemlélik a művészvilágot, hogy ugye az első kérdés, hogy mindenki ide karmester, amikor mindenkinek van diplomája. Uh-huh. Ja, hogy nem tudnak kottát olvasni, vagy minek? Hát kirakjuk a kottát, lejátszak, uh-huh. és jól szól, hát megírta a zeneszerző, jól, nem? Uh-huh. És akkor ezt azért nagyon nehéz, nagyon egyszerűen és hatásosan összefoglalni, hogy miért is kell az a karmester oda, és miért szaladnak szét a lovak, ha nincs előle senki. Tehát, hogy lehet, hogy annak az első embernek, akit nevezzünk karmesternek, nem éppen semmi feladata ott nincs, bár ilyen nem nagyon szokott lenni. Csak az, hogy a jelenlétével egy kicsit egy irányba terelje a zenészek gondolatait. Ha ez nincs, akkor annyiféleképpen lehet egy könyvet is felolvasni. Fel tudjuk olvasni akadozva, fel tudjuk folyamatosan, el tudjuk olvasni hangosan, mérgesen, kedvesen, halkan. Na most ez a zenével még inkább így van, hogy annyiféle interpretáció tud születni, hogy abból egy nagy káosz lenne, ha valaki nem mondaná meg, hogy én ezt a nagy egészet így szeretném látni vagy hallani. És a színházban ugye ugyanez van, mint egy zenekarban, csak ott nem csak zene van, hanem van mindenféle más szakterület. Neked ezt milyen megélni? Mennyiben más mondjuk a Katona zenekar repertoárja, és mennyiben más egy ilyen színházi munka, mennyire színesíti mondjuk a mindennapokat? Abszolút más, és nagyon jó. És nagyon jó, hogy a mindennapi munkából egy kicsit más irányba is el tudunk mozdulni. Ezt az Őrnagy úrnak köszönhetjük talán a legnagyobb mértékben, mert hogy nélküle nem kerültünk volna be. És annyira jó a zenei anyag a Chicagónak, hogy minden egyes előadás élvezet játszani. És ez tényleg halálkomolyan, hogy annyira jól meg van írva, gyári tuba van, gyárilag van írva tuba, hát ez ritkaság. Nekem ez egy nagyon jó dolog. Szóval nem úgy egy leírt kottát, egy átírt kottát, hanem a gyári anyagot kell játszani tubán. És ez egy jó dolog végre nekem, számomra. És akkor kihívás is, vagy más jellegű kihívás mondhatjuk. Kihívás. Azt. Igen, kihívás, de egy olyan kihívás, amit nagyon nem küzdeni kell érte, nem harcolni kell saját magammal, hanem ott, és azt élvezettel, nagyon nagy élvezettel játsza az ember. Én például. Mennyire jellemző ez egyébként, hogy ugye egy katonazenekarban, vagy mondjuk egy színház ilyen
szorosan, szerintem mondhatjuk azt Fehérvár esetében, hogy szorosan dolgozik együtt, hiszen nem ez az első darab, amiben feltűnik a katonazenekar. Hát ezt most, ha viccesen akarnám fogalmazni, akkor azt mondanám, hogy ez annyira jellemző, hogy ez az országban csak itt van. Tehát, hogy nem jellemző. Ez nem jellemző, ez országosan Székesfehérváron egyedülálló privilégium. És Martin mondta most ezt így nagyon kedvesen, hogy ez nekem köszönhető, de azért ez nem ennyire egyszerű. Tehát, hogy itt nagyon-nagyon sok mindennek és sok mindenkinek ebben egyet kell érteni, hogy ez így létrejöhessen. Tehát, hogy azért kellett, tehát nyilván kell hozzá egy karmester, egy művészeti vezető, aki a zenekarnak egyfajta művészeti irányszab, és az mindig az mindenkori karmester. Most ez éppen én vagyok itt Székesfehérváron, de kell hozzá egy olyan katonai előjáró, egy olyan katonai előjáróság, mert nálunk azért nagyon összetett és nagyon nagy a hierarchikus rend, és nagyon pontosan és precízen működik, tehát hogy kell egy olyan vezetés, aki ezt támogatja, aki ebben meglátta a fantáziát, hogy ez jó dolog, hogy az emberek láthatják a katonazenekart, még akkor is, ha nem egyenruhában vagyunk a színpadon, de akkor is az emberek látják, ki van írva, ez a Székesfehérvár helyőrségi zenekar, és egyébként meg ugye hál' Istennek minket már tehát ismernek a fehérvári emberek, tehát hogy ők még nagyon ha nem jól, is egyenruhában, hanem jelmezben ültök ott. Pontosan jól tudják, hogy ja igen, ez az a zenekar, akit múltkor láttam az Országalmánál. Hú, az is jó volt, de hát most a színházban. Tehát az emberek hálásak ezért megállítanak az utcán. Volt, hogy zenészeket megállítottak az utcán, hogy de jó volt a Chicago, láttuk tegnap. És hogy, vagy volt egy nagyon aranyos történet, hogy rám köszönt valaki az utcán, hogy ú, szia, nem tudom, valamit mondod, és ránéztem, értem, nem tudtam hova tenni, és mondtam, hogy szia. És így meghökkent, és ú, bocsánat, összekevertem, csak most esett le, hogy tegnap a Chicagóban olyan önvezényelt, mondom, igen, bocsánat, csak annyira ismerős volt. Tehát hogy annak ilyen mókás dolgok is. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok ember látja, és ezt a vezetőink meglátták, jól megérezték, hogy ez egy jó dolog, és támogatnak minket ebbe. Itt tulajdonképpen azt mondhatom, hogy a székesfehérvári előjáróink, tehát a parancsnokunk ebben abszolút támogat minket. És hát ez olyannyira komoly nálunk a honvédségnél, hogy ezt a miniszter úrnak kellett aláírni, hogy igen, ő ezt engedélyezi, mert ez jó dolog, hogy ezt mi csináljuk. Aztán ez az egyik fel. A másik fel, hogy kell hozzá, ugye, kell hozzá a színház vezetése. Kell hozzá a színház vezetése, és hát most itt a Szikora János igazgató úr munkássága alatt most ugye ez a második nagy produkció, amiben így zenekarilag, szervezetileg meg tudtunk jelenni. Tehát kellett hozzá az ő bizalma, kellett hozzá az alkotók bizalma mindig, aki éppen színpadra... Hát vagy a Bagó Bert, vagy a Horváth Csaba. Így van, tehát kellett hozzá Bagó Bert annak idején, vagy most ugye a Horváth Csaba, aki színpadra álmodott valamit, és hál' Istennek velünk álmodt a színpadra. És hát kell hozzá a zenekar. Kell hozzá a zenekar, akik ezt meg is csinálják. Jó szájízzel, jó kedvel, jó minőségben. Szóval, hogy ez így áll össze. És én azt gondolom, hogy ezt is elmondhatom, nyilván nem másnak a nevében nyilatkozva, csak a tapasztalataim azt mutatják, hogy a város vezetésétől is pozitív visszajelzések jönnek, hogy jó ez az együttműködés, jó hírét viszi a városnak. Most, hogyha csak azt nézzük, hogy ezt a Chicago című musicalt ezzel ennek a zenekarnak a közreműködésével azért egy évad alatt 10 000 néző látta. És ez egy borzasztó nagy szám. Most lehet, hogy ez a színháznak egyébként természetes, mert hát, hogy itt van a sok bérletes, hál' Istennek, és látják, de azért mégis kimondjuk, és szerintem soha nem számolta ki ezt egyébként előttem senki a színpadon, hogy jó, hányat játszottunk be? Igen, játszottunk bele 20-at, 30-at, 50-et, de én ezt egyik összes számoltam magam, és számosítottam, és júniusban talán az évad utolsó előadásán egy pillanatra megállítottam a hangbeállást, és akkor mondtam ott a jelenlévő kollégáknak, zenészeknek, színészeknek, tánckarnak, mindenkinek, hogy csak jelezni szeretném felétek, hogy a mai előadással akkor 10 000 nézőnél tartunk. És ezen mindenki egy picit így... Megdöbbentetek? Meg. Mert látom, hogy... Az volt a hihetetlen, hogy én is játszottam már több helyen, több darabban, de hogy ez az előadás, minden egyes előadás teltházas volt. Hihetetlen egyébként.
hogy egy csomó plusz előadás volt, és az összes minden jegyet egyből elkapkodtak. Úgyhogy egy nagyon jó dolog ez. Meg az is jó, hogy jó a közönség. Jó a közönség, és élvezik ők is ezt az előadást. És jó úgy játszani, hogy nevetnek, tapsolnak, mindent megtapsolnak. Sokkal jobb így játszani. És teltházak meg abszolút mindig a legjobb játszani. Szóval a 10 000 szám az gyakorlatilag egy ilyen nagyon mosolygós szám, megtapsoló szám, mert hát nagy siker volt, mondhatjuk ezt. Azt gondolom, hogy igen. Hát minden mással nyilván volt, akinek nem tetszett. Ez benne van azért az életünkben, hogy valamit színpadra teszünk, és azért bízunk benne, hogy tetszeni fog. Nem fog mindenkinek tetszeni. Ez igaz arra is, ha nem megyünk a színházba, nem elmegyünk koncertezni bárhová. Jó lelkiismerettel az ember felkészül, és bízik benne, hogy majd tetszik a nézőknek. De nyilván nem fog mindenkinek tetszeni, de azért a munkát beletesszük, és reméljük a legjobbakat. És visszatérve egy pillanatra még csak a díjra, hogy azt elfelejtettem mondani, hogy kérdezted, hogy milyen érzés volt ezt átvenni, hogy nagyon-nagyon jó volt, de az előélete az volt, hogy augusztusban, amikor itt a Királyi Napok rendezvénysorozat zajlott, és talán pont a főutcán volt egy riportműsor, ahol beszélgettünk a Fricsai Fesztivál kapcsán. Az Árkefé Fehérve. Így van, és jött a Horváth Csabáék, éppen mentek próbálni, és még a műsor előtt közvetlen így találkoztunk, és nagy öröm, sziasztok, ölelés, puszi, gratulálok, Tamás. Hú, mondom, mi ez? Hát jelölték a darabunkat a legjobb zenei díjra. És olyan távolinak tűnt, hogy nagyon örülök, gratulálok én is, de hogy jó, majd meglátjuk. És akkor augusztus, szeptember, tehát nem sok idő telt el, és át tudtuk venni, és ami még a nagy, hogy ez már csak egy kis pont az íre, egy kis unikum, hogy ennek a premierje tavaly szeptember 22-én volt. És most a díjátadó szeptember 22-ére esett, és pont akkor sikerült átvenni. Azért érdekes együttállások ezek, nem? Igen, nem gondolnám, hogy direkt volt, de ez így sikerült. Hiszen voltuk. Mindig nagyon érdekes, hogy egy-egy előadás vagy próba folyamat során azért nagyon sok dolog megtörténik a kulisszák mögött. Nektek vannak ilyen emlékezetes pillanatok így a Chicago kapcsán, amit így meg is osztanátok a nézőkkel? Ezek a legnehezebb kérdések. Mert most gyorsan elkezdtetek mind a ketten töprengeni. Igen, mert... Most ne a Chicagóról beszéljünk, hanem csak úgy alapvetően a zenekarok életéről. Ugye mindig eljutunk addig a pontig, hogy na és van-e valami érdekes sztori. És olyankor az ember mindig megakad, hogy persze, ez egész életünk érdekes, hogy most éppen melyik az, amire nem készültem erre, nem most megfogtál. Erre? Neked? Hát nekem a próbaidőszakkal van egy nagyon érdekes és egyébként jó élményem. A próbaidőszak végén közeledve volt az esküvőm. Igen. És én ugye pénteken próbáltunk, szombaton volt az esküvőm. Szombaton nyilván az esküvőm voltam, és vasárnap, ahogy hazaértünk a helyszínről, kicsit együtt voltunk, és utána mentem vissza a színházba próbálni. És ez egy nagyon emlékezetes, a Horváth Csaba is be is mondta a mikrofonba, hogy jó, akkor most mindenki egy kis taps, hoztam süteményt, mindent, egy kis apróságokat. Úgyhogy nekem talán ez a legemlékezetesebb a Chicagóval és a kis élményekkel. Ezzel nehéz versenyezni, az igazság, nem is kell. De akkor az ilyen emlékezetes pillanatokban ott vagy, hiszen azért a nézőknek felidézhetjük azt, hogy tulajdonképpen te voltál az annak idején, aki 2017-ben, jól emlékszem, ugye? 2017-ben a Fricsai Fesztiválon kérted meg Virágnak, a mennyasszonyodnak, akkor lett a mennyasszonyod. Igen. Hiszen akkor kérted meg a kezét. Igen. Hát nagyon izgalmas volt. Hát, és nagyon sokszor visszanéztem, visszahallgattam a videót, ami felkerült az internetre, és Tamás nagyon sokszor elmondta, hogy a Martin most nagyon izgul. És tényleg izgultam, és azért mondta, mert megbeszéltük, hogy amikor elkezd beszélni, én leveszem a hangszert,
és elindulok kifele. De ez nem történt meg. Nem vettem le a hangszert. A srácok mondták, menjél. Jó, mondom, megyek. Tényleg nagyon izgultam. Tényleg soha életemben nem izgultam, de az egy olyan dolog volt, hogy amikor busszal mentünk ki a laktanyából a fesztivál helyszínen, akkor gondolkodtam, hogy mit is kellene mondani. Mert hogy mindent elterveztem, de ezt nem. És végig izgultam, és ott beszélt Tamás, és én meg most mit fogok mondani? Mit is kell mondanom? És csak hallgattam, hogy a Martin nagyon izgul, és tényleg nagyon izgultam. De azóta is engem is megállítottak többször az utcán, hogy nem te voltál, de én voltam, és még a mai napig nagyon jó érzés, amikor új ismerősökkel, vagy új emberekkel ismerkedem meg, és beszélünk, mondom, hogy katonazenész vagyok, jöjjenek el a fesztiválra, nagyon jó lesz. Egyik évben voltak, pont volt egy lánykérés is, hát az nagyon jó volt, és olyan jó érzése, tehát mondom, igen, az én voltam. De Tamás is izgult ezen a lánykérésen, hogyha jól emlékszem. Hát, akkor lett rosszul virág, nem? Igen. Csak, igen. Igen, akkor hát nem ott... lehetett tudni, hogy ő lett rosszul. Hát tulajdonképpen nem is beszéltünk azóta erről. Nem. Hogy te ebből mit érzékeltél? Hogy virág rosszul lett? Aha. Hát Tamás szólt nekem, hogy virág rosszul lett. Én álltam az egyik kávézó oldalába, és töprengtem, hogy most mi legyen, mert a szüleimet bevontuk ebbe a, meg virág szüleit bevontuk ebbe az egész dologba. Meg volt, hogy hova álljanak, kinek mi a dolga, kvázi, és amikor bevonultunk, akkor láttam, hogy ott a család, jó helyen vannak, szuper. Az első számot eljátszottuk, utána láttam, hogy legyezik virágot. És én még kinéztem, és oda súgtam nekik, hogy és mind a ketten édesanyám megkérdeztem, minden rendben. Hát gondoltam magam, mi lenne, ha baj lenne, ugye? Kijöttünk a szakolaki bemutatók előtt, és akkor jött Tamás szólni, hogy virág rosszul van. Igen, nincsen minden rendben. Most az orvosok éppen most nézik meg, hogy mi volt. Egyébként leesett a cukra talán, vagy nem tudtam egyébként abban a pillanatban felfogni sem ezt az egészen. Nagyon nehéz volt. De hál' Istennek minden jól alakult. Tehát ott ugye ennek az érdekessége az volt, hogy bármennyire is Martinnak ez az élete egyik nagy eseménye, azért én nekem ezt más szemmel is kellett néznem. Tehát, hogy most ez nagyon lehet, hogy most a nézők meg fognak ezen haragudni, de azért én nekem ez be volt építve a műsorban. Tehát ez egy nagyon pontosan meghatározott jó helyen volt a műsorban, ennek ki volt találva az eleje, ki volt találva a vége. Tehát, hogyha ez nincs, és meghiúsul, akkor egyrészt Martin ott összecsúszik, akkor ugye őt is kezelni kell. Másrészt ugye borul az egész műsorrend és minden. Tehát, hogy ott valamit nagyon kellett hirtelen tenni, és én annyit láttam, hogy virág rosszul van, és azt láttam, hogy nem maradhat úgy. És én mondtam, hogy persze nyilván én ugye a család tudta, hogy én ott miért rólálkodok ott körülöttük folyamatosan, mert figyeltem, hogy hol tart éppen a dolog. De én mondtam ott a virágnak, hogy figyelj, gyere, mert itt nagyon meleg van, menjünk be. És nem, ő nem neki jó, nem mondom, de most azon a gyere be oda. És akkor bevittem, szóltam ott az egészségügyi szolgálatnak, nálunk az orvosoknak, hogy valamit most azonnal csináljanak, mert ebbe a lányba életet kell lenni. És akkor mondta, hogy negyed óra múlva neki jelenése van, úgyhogy addigra valamit csináljanak vele. És végül is egy negyed óra múlva egyébként addigra teljesen jó volt és visszajött. Én még azért az utolsó pillanatban oda mentem hozzá ilyen álnok módon, így mosolyogva megkérdeztem, hogy rendben van minden? Igen, jó, mondom, szuper. És akkor már jött a következő műsorszám, és nem sok percen múlott egyébként. Szerintem, hogy pont minden a helyére került. Ahol viszont Martin izgult. Igen, de ezt én most tudtam meg, hogy pár perccel előtte ért ki. Igen, tehát, hogy ez azért ott nagyon ki volt élezve, de minden a helyére került, hál' Istennek. Nagyon kellemes pillanatokat idézhettünk föl, akár a Chicago, akár pedig a fricsai lánykérés kapcsán. Műsorunkból már csak néhány perc van hátra. Hol találkozhatnak legközelebb veletek? Mit lehet tudni itt a hátraévő idei évi program palettáról? Hát nagyon-nagyon sok fellépésünk van, de azt gondolom, hogy a legjelentősebb és a legfalsúlyosabb az december 1-én lesz itt Székesfehérváron,
a Ciszter templomban. Ez a szokásos éves adventi hangversenyünk, amelyik a Nagy Sándor József híradó és vezetés támogató ezred, valamint a püspökség, az egyházmegye közös rendezvénye. És hát rendszerint hál' Istennek nagy érdeklődésre tart számot, és nagyon nagy szeretettel várunk oda mindenkit. Ez december 1-én, este 7 órakor a Ciszter templomban. Nyilván a Székesfehérvár helyőrségi zenekar előadásában fogják hallani magát a műsor gerincét, de hát már szerintem megszokták a kedves nézők, hogy mindig vannak meghívott vendégművészek, és talán most már szabad elárulnom, hogy kik is lesznek idén. Mindig szeretek egy picit olyat tenni bele, ami még nem volt. Idén is ez lesz. Aki színészként közreműködik az est folyamán, ő tavaly volt velünk először. Egyébként a Chicago közös munkája alapján jött az ötlet, hogy elhívtuk Varga Gabriella színművészt, és sokan csodálkoztak, hogy ezt hogy raktam össze magamba, ugye, mert egy teljesen más műfaj, ott azért ez egy revue show, ez meg egy komoly szakrális megjelenés, és én mondtam, hogy egész egyszerűen hallgattam a hangját magamba, és egyszer csak beugrott, hogy ez a hang, ez oda kell. Úgyhogy idén szintén Varga Gabit hívtuk meg, aki elvállalta örömmel a felkérést. Akik pedig énekelni fognak, és itt jön egy kis csavar a dologban, hogy ez mitől lesz megint más, mint mondjuk tavaly. Összehoztam egy régi nagy fehérvári triumvirátust. Annak idején pontosan a színházban rengeteg teltházas előadást csináltak. És ez a három ember nem más, mint Fehér Adrien, Jónás Andi és Szomor György. Szomor György. Igen. És hát nagy várakozással vagyok én magam is az esemény iránt, hiszen mindannyiukkal rengeteget volt szerencsém dolgozni, de ilyen közegben még nem. Tehát, hogy ez gyakorlatilag a könnyű zene világából ez a három zseniális tehetség meg fog jelenni egy katona zenekarral szakrális közegben. Külön-külön mindegyikükkel dolgoztunk egyébként, színházi körülmények között, de templomiban nem. Úgyhogy én ebben nagyon sok fantáziát látok, és hát szeretettel várunk rá mindenkit. Hát én azt gondolom, hogy izgatottan várja mindenki. Sokaknak sikerült most felkelteni még ezzel a plusz információval az érdeklődést, és köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Mi köszönjük. Köszönjük szépen. Gratulálok még egyszer az elismeréshez nektek is, és hát sok sikert akkor az elkövetkező időszakra próbálkozó fellépésekhez. Köszönjük szépen. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmet, fehérvári beszélgetésekkel természetesen holnap is jelentkezünk. Viszontlátásra!